Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, kezdjük országos politikával, aztán az adás többi részében vásárhelyi ügyekkel foglalkozunk. Mártéjon gyűltek össze a Kossuth körök tagjai. Mi volt ennek a rendezvénynek a célja, eredménye? Hát ha úgy tetszik, akkor Hódmezővásárhelyhez tartozó mártéi üdlőtlen idegen forgalmát fellendítettük, de viccet félretéve, hiszen ott lefoglaltunk egy 3-4 szállás helyet egészen biztosan. Ezzel együtt az ország minden tájából érkeztek Kossuth körvezetők, mintegy 100-an beszélgettünk, ott egyébként nyilván vásárhelyről is voltunk néhányan. Az április 3-i választási vereség utáni új helyzetről beszélgettünk. Eddig az összefogás volt a Mindenki Magyarországa mozgalomnak a fő célja, célkitűzése. Most ezt kellett aktualizálni, hiszen azt láttuk, hogy összefogással sem lehetett legyőzni a Fidesz. Tehát innentől kezdve azt mondtuk, hogy a hiteles, becsületes ellenzéki alternatíva felmutatása a célunk, hogy szemben a mai jelentős részben hatékonytalan oktatást, egészségügyet leépítő és korrupt rendszerrel szemben mi egy hiteles európai, transzparens, jogállami kultúrát szeretnénk, és ezt szeretnénk képviselni. Egy kicsit olyan ez, mint ahogy a 80-as években Lengyelországban a szolidaritás mozgalomnak Valenszával esélye sem lett volna választáson leváltani Jaruzelszkinek a kommunista diktatúráját, de ezzel együtt mindig egy hiteles alternatívát jelenített meg a lengyelek számára. Mi azt gondoljuk, hogy ebben a mai helyzetben nekünk minden pozitív dolgot támogatva, a korrupciót továbbra is elítélve egy hiteles alternatívát kell mutassunk, amihez kiváló programunk volt az áprilisi választásokon, tehát a program már, ha úgy tetszik, megvan. Egy adómentes minimálbértől a környezetvédelméig, a jogállam biztosít, a korrupció üldözéséig, az európai értékek képviseletéig, mint például az Európai Ügyészséghez csatlakozás. Tehát ez a program mellett egy megfelelő jogállami alkotmány, egy választási rendszer, olyan szakértők, akik bármikor egy árnyékkormánynak a véleményét tudják képviselni, és természetesen az a sok aktivista, aki eddig is szívvel, lélekkel részt vett egy becsületes, tisztességes ország építésében, őrájuk továbbra is számítunk. A Nyomtasd Te is kiadványok terjesztésében egyben az önkormányzatoknak az ellenzéki MT-t létre kell hozni. Tehát van egy olyan jövőképe a Mindenki Magyarországa mozgalomnak, amit most a Kossuth kör vezetőkkel áttárgyaltunk, és ebben a jövőképben van helye egy új pártnak is, de ez a párt, ez ugye a Mindenki Magyarországa mozgalom egy szűkebb köréből, tehát nem mindenki a Mindenki Magyarországa mozgalom civil szervezet, az meg is fog maradni annak, de ha úgy tetszik el, hogy legyen egy párt akkor, hogyha olyan választás van, és különösen, hogyha a pártok háttérbe szorítanak bennünket, mondván, hogy az MMM nem párt, akkor tudjuk mondani, hogy de van egy pártunk is. És ez legközelebb majd 2 év múlva az Európa Parlamenti választáson fog tudni megmérettetni. Ez azt is jelenti, hogy már nem az Új Kezdetre és az Új Világnéppártra alapozva tervezik létrehozni az új konzervatív jobb középpártot, hanem a Mindenki Magyarországa mozgalomból kiindulva? A Mindenki Magyarországa mozgalomnak, ahogy mondtam, civil közösségnek kell megmaradni. Ez a közösség egyébként jobb és baloldali embereket egyaránt nagy számban tartalmaz, tehát nagyon sok baloldali tagunk is van. Ez az együttműködés, ez meg kell, hogy maradjon. Ebnek csak egy része ennek a tagságnak, bár nem jelentéktelen része az, aki szeretne egy párt alapításában is részt venni. Lehet, hogy 50-100-an mondjuk abból az 1000 emberből, aki az MMM-ben van, abból a 10 000 emberből, aki a Kossuth körökben aktív, abból lehet, hogy 100-an mondjuk alakítunk egy pártot, ezt csak példának mondom. Azért, hogy az Európai Néppárt színeiben 2 év múlva már elindulhasson az Európa Parlamenti választáson, de ez egyrészt időben is, majd csak később aktuális, most egy májusi közgyűlésen tisztújítás lesz az MMM-ben, és kb. 3 hónap múlva szeretnénk majd a pártot formálisan létrehozni. Továbbra is tárgyalunk az Új Világnéppárttal és az Új Kezdettel, azaz Gémesi Györggyel és Pálinkás Józseffel. Ők továbbra is támogatják ezt az elképzelést. Mi legalább ugyanennyire szeretnénk a fiatalokra építeni, akik a választáskor is nagy számban megjelentek, és nagyon sokat dolgoztak és támogattak bennünket. Szeretnénk, hogy ő nekik egy jövőt tudjunk nyújtani, nekik egy szabad egyetemet, egy előadás sorozatot fogunk valamikor szervezni augusztusban. Tehát, hogy gyakorlatilag ez részben marad csak ez a jobb-közép néppárt vonal, a másik része az egy mindenki számára nyitott, becsületes, európai néppárti alternatívát képviselő, de mindenki felé nyitott és fiatalok felé is nagyon nyitott párt lesz. Együttműködésben
és részben átfedésben a Mindenki Magyarország a mozgalommal. Az egyik legfrissebb közvéleménykutatás szerint 3%-uk van. Igaz, hogy a mi hazánknak van nagyon sok ahhoz képest, amennyit gondoltak akár a választások után az emberek. Hát a mi hazánk ugye 5,88%-ot kapott, ha jól emlékszem, tehát ha 1%-kal kevesebbet kapott volna április 3-án, akkor már nem került volna be a parlamentbe. Most azt gondolom, hogy az ő népszerűségüknek az oka elsősorban az, hogy az ellenzék, mármint az összefogott ellenzék, aminek én miniszterelnök jelölt voltam, az szétesni látszik. Ahogy említettem is, az összefogás az egy előző 4 éves projektünk volt, nem vezetett eredményre, és nyilván sokan azt látják, hogy nem érdemes összefogni, és hogy akárkivel, hát meg különösen nem. Muszáj lesz összefogni a következő választáson is, hogyha ez a rendszer marad, mert hogy is van, 71 egyéni választókerületben kell indulnia egy pártnak ahhoz, tehát most, hogy... Most az egyes számítások szerint, hogyha, és ezt nem tudom megítélni, de utólag ez egy legitim kérdés. Előtte senki nem gondolta, hogy ez fölmerülhet. De most utólag azt számolják, hogy az a 36 körzet, ahol átfedés lett volna a 2x71-es lista között. Tehát ha az ellenzék indult volna egy Gyurcsány listával... Azt elengedik a Fidesznek. Igen. Tehát, mert hogy lett volna annyi körzet, ahol egyébként is vesztésre állt az ellenzék, biztos fideszes győzelem volt, tehát lehetett volna 36 olyan körzetet találni, ahol lehetett volna egy Gyurcsány lista és egy nem Gyurcsány ellenzék lista, és összességében a kettő valószínűleg jobb eredményt ért volna el. Most vannak ilyen hangok is. Én nem tisztem ezt megítélni, nyilván ez spekuláció, hogy mi lett volna ha, de azt látjuk, hogy az összefogás azt az eredményt nem tudta hozni, amit vártunk tőle, tehát innentől kezdve nem egy minden fölülíró cél. Az összefogás az egy eszköz volt eddig is, a remélt és várt rendszerváltáshoz, egy demokratikus európai Magyarországhoz lehet, hogy nem az összefogás a legfontosabb, hanem a hiteles alternatíva, amiben nyilván a hitelesség a kulcskérdés. Most mi így gondoljuk. Térjünk rá a városi ügyekre. Most adták át a Rotary sétányt, 11,5 millió forintos beruházás volt, így is lehet mondani, gyűjtésből, civilek és vállalatok gyűjtéséből alkották meg a Rotary szervezésében ezt a sétányt. Lesz ennek folytatása is? Hát mindenképpen, sőt, előzménye is van. Tehát, hogy ez egy folyamat, úgy kell látni. Az egyik dolog az, hogy Hódmezővásárhelyen a civil adományok és támogatás eddig is nagyon sokszor megjelent. Akár a Lőkösné képviselőasszonynak a Bangók út felújítási projektjére tessék gondolni, azzal a kis parkkal, kis szerelem lakatfával és annak a környéknek a megújításával. Ott hamarosan majd el akarjuk bontani azt a régi trafik épületet, ami balesetveszélyessé teszi ezt a lévai Szántókovácsarkot. Tehát, hogy egy ottani megújulásban is civil támogatás és felajánlások voltak. A képviselői alap létrehozása, amiből például a fejes képviselő úr a Tesco mögötti aszfaltozott, beszadozott sétányt közvilágítással hozta létre, de nagyon sok más projektet is lehetne mondani. Vagy maga a most is Rotaryn belül is aktív vállalkozók egy része, a Hősök terének a kútját újította fel nemrég, ott egy nagyon modern vízforgató berendezéses kút van, elkészült ezen kívül annak a Hősök terének a parkosítására egy terv, amit a város már saját költségén, tehát nem adományból tervez megvalósítani is, tehát parkosítani fogjuk a Hősök terének az eddig elhanyagolt részét, és most ha úgy tetszik, van egy, ez az adomány és jótékonysági hagyomány, amit szeretnénk folytatni, de maga a kőfal, az is egy projekt, ugye 1963 óta már kiemelten fejlesztendő és védendő építmény a város, egy alföldi városban ez a 3 kilométernél hosszabb kőfal, vagy valójában téglafal, ez egy rendkívül egyedi és látványos dolog, ezt szeretnénk a jövőben is megóvni. Már elődeink az Zrínyi utcai szakaszt, vagy az Zrínyi utcával párhuzamos Kodállyal párhuzamos szakaszt újítgatták föl. Most mi a kórháztól a Betlen gimnáziumig újítottuk meg ezt a téglafalat, hoztuk helyre, újítottuk föl, és ez folytatódik. Most egyes szakaszai már a Szent Király utcáig is megújultak a falnak. Ki fog szabadulni egy része akkor, amikor a Tóaj 13 és 13/A házakat majd elbontjuk, akkor ott szintén parkosítani fogjuk ezt a szakaszt, és egy szakaszon rá lehet látni majd ismét a téglafal, az árvízvédelmi falra, és ennek a felső része az, amely az Árpád utca felől, vagy a Betlen gimnázium, vagy a mostani mezőgazdasági szakközépiskola felől megközelíthető,
Ezt a részt parkosítottuk, most nagyon innovatív, szép új megoldások vannak, és sajnos a vandálok is megjelentek itt is, mint ahogy a Kőfa az Zrínyi utcai szakaszán is, és látjuk azt, hogy van, akinek a szép az egy fölhívás a rongálásra. Én nagyon remélem, hogy egyrészt föl tudunk lépni a rongálók ellen, másrészt egy olyan kultúra lesz a városban, hogy örülünk annak, ami szép, óvni és fejleszteni fogjuk adományokkal, önkéntes munkával, és nem tönkretenni mások örömét. Városüzemeltetési kérdéseket vegyünk sorra, ha már itt a parknál tartottunk, a sétánynál tartottunk. Tavaszi munkákkal, az állandó problémaként fölmerülő fűnyírással, hogy állnak azokat a kátyúzási munkákat el tudták-e végezni, amik mindig előjönnek egy téli időszak után, illetve hát a fő kérdés a szúnyogírtás. Mm-hmm. Hát mind a három nagyon fontos kérdés. Ugye az utak állapotával kapcsolatban a jó hír az, hogy a sikeres pályáztatást folytattunk le, és bár én is türelmetlen vagyok mindig a kollégáimmal, most azt mondják, hogy néhány nap múlva aláírt szerződéssel elkezdődik majd a kátyúzás is. Itt ráadásul egy nagyon modern eszközt vetünk be, egy Kuta nevű alkalmazásban, illetve az ahhoz kapcsolt bejelentési felületeken a lakók is bejelenthetnek kátyúkat. A közterületfelügyelőknek ki volt adva, ők összeírták most minden körzetben azokat a kátyúkat, amit ki kell javítani, és ez alapján fogunk azt hiszem 50 millió forint értékig javítatni a legjobb ajánlatot tevő külső szolgáltató céggel. Tehát gyakorlatilag már most is bejelentés alapján javítjuk az utakat, és ez néhány nap múlva elindulhat. Pontosabban a szerződést aláírjuk, és a vállalkozónak utána lesz néhány hónapja, hogy ezeket a hibákat kijavítsa. Menjünk majd a további részekre is, de itt az út javítással kapcsolatban volna egy közbevető kérdésem, hogy az a dilemma fölmerül a városvezetésben, hogy kátyúzzanak, vagy aszfalt szőnyeget terítsenek bizonyos szakaszokon? A szőnyeg drágább, de tartósabb. Így van. Egyrészt, másrészt, meg hát nagyobb felületnél már a kátyúzásnak értelme sincs. Vannak olyan utcák Vásárhelyen, ahol aszfalt szőnyegre van szükség. Most egyenlőre a Klauzál köznek az aszfaltozása és ott bizony útalap felújítása van folyamatban. A Réz utcának a vízelvezetését kell még javítgatni, de most úgy látjuk már, hogy a vállalkozót elkészült azzal a projekttel, és tapasztaltunk gondokat, de a kivitelező és a város szakemberei azt mondják, hogy ezek apróbb javítást igényelnek csak. Utána majd a Réz utcát is szeretnénk aszfaltozni, és persze természetesen ezen kívül is van egy lista, amit beadtunk a kormányzathoz. Nagyon reméljük, hogy majd Lázár János ebbe tud segíteni, és támogatja esetleg azt is, hogy a belügyminiszter pályázaton Vásárhely is kaphasson 2-3 utca felújítására pénzt, akkor még több utcát is fogunk tudni. A kerékpárút javítást a Kutasi út mellett ugye tavaly előtt már egy 100 méteres szakasszal javítottuk, most egy további 100 méterrel szeretnénk idén azt kijavítani. Tehát van mind a kettőre példa. A Medgyesi utcát újítottuk fel ugye tavaly, a Medgyesi Ferenc utcát. Ott hivatalos átadó nem is volt azon az utcán, többek között azért, mert azt szeretnénk, hogyha még a parkolókat is valahogy tudnánk fejleszteni, ennek a tervei elkészültek, ott is meg fogjuk ezt, vagy ott is folytatni fogjuk. És hát még lehetne mondani több más helyen, ahol például parkolókat fejlesztünk, vagy patkát stabilizálunk, tehát hasonló problémák. Ez és a kátyúzás tehát nem egymást kizáró, hanem egymás mellett futó projektek. Nyilván a legrosszabb állapotban lévő utcákat azt mindenképpen újítani akarjuk. Károly utcának a maradék szakaszát szeretnénk újítani, és van még egy listánk. Még egyszer mondom, ezekre pályázatot már beadtunk. Fűnyírás. Fűnyírás az minden tavasszal visszatérő probléma. Én is mérges vagyok, én barátaim, rokonaim is mondják, lakók is mondják, hogy a város dolgozóit sokszor órákig látják egy helyben állni, hogy miért nem nyírják a füvet. Gyöngyösi Ferenccel lakósági fórumot tartottunk tegnap, és ő nagyon szépen egy 3000 négyzetméteres területet maga lenyírt néhány óra alatt. Tehát az a minimum elvárás, hogyha Gyöngyösi képviselő úrnak a tempójával dolgoznának a városi alkalmazottak és gépek, akkor a városban szerintem még sokkal nagyobb rend lenne, de örömmel láttuk azt is, hogy halad a munka, a HMS és külső vállalkozó is, hiszen nagyon nagy pénzeket költünk külső segítségre is. Elkezdték most már utalérni magukat. Én magam is szóltam a kollégáknak, hogy a pénteken még egy hete
elképzelhetetlen állapotban volt a Kossuth tér, tehát hogy ott ne legyen lenyírva a fű, ilyen nem fordulhat elő. Úgyhogy én azt gondolom, legutóbb akkor történt, egy picit akkor kapták össze magukat, amikor ott is egy középvezetőt leváltottunk. Lehet, hogy a jövőben is személycserékkel fogjuk biztosítani azt, hogy a munkatársaink azok végezzék a feladatukat, ha fizetjük őket, vagy egy külső vállalkozónak odaadjuk a fűnyírást, és akkor teljes egészében azt fogja elvégezni, de az elfogadhatatlan, még egyszer mondom, hogy a mi általunk fizetett emberek ne végezzék el a feladatukat. Nem tudom, hogy mi a motivációk erre, de itt aki fizetést kap, az dolgozzon a városért, aki nem akar a városért dolgozni, az menjen el. Akkor vagy fizetünk vállalkozót, vagy felveszünk új embereket, de ez valóban elfogadhatatlan. Úgyhogy én most azt látom, hogy a fűnyírás, egyébként ahogy tavaly egészében rendben volt a fűnyírás, minden májusban, minden városban, tehát tessék átmenni Makóra, Szegedre, mindenütt talál az ember térdig érő füvet. Tudjuk, hogy miért, hosszú száradság után, most kiadós esők jöttek, elindult a fű, tavasszal ez mindig így van. És ezt meg is értem, hogy ilyenkor egy kicsit nehezebb ez a munka, de hogyha tartósan nem tudja valaki megoldani, az már elfogadhatatlan. Tavaly kiválóan volt nyírva a fű, én azt várom el most is mindenkitől, hogy ez így legyen. Tavaly a szúnyogírtás is, szúnyoggyérítés is hivatalos nevén kiválóan működött, Hódmezővásárhelyen az első felszálló szúnyog felhőket leszámítva volt egy néhány hét, amikor tényleg nagyon sok szúnyog volt, ugye, amikor kikeltek a szúnyogok, de utána egész nyáron teljesen kordában sikerült tartani. Én most is ugyanezt a teljesítményt várom el a várostól és a beszállítóinktól, a vállalkozóktól. Sikeres beszerzést folytattunk le, megvan a szerződés a vállalkozónak. Május 16-17-én egy földi melegködés írtás lesz Hódmezővásárhelyen, már múlt héten is volt, tehát ott már elkezdtük, és lesz egy légiírtásunk is, amit a katasztrófavédelemtől rendeltünk meg. Ők május 20-án fognak légiírtást végezni Hódmezővásárhelyen. Ezt nyilván a méhészeknek hivatalosan is fogjuk jelezni, a város lakosság azt természetesen vegye tudomásul, de amikor a szúnyoghelyzet megkívánja, a város ugyanúgy, mint most 16-17-én a saját pénzéből is leszerződött már, és meg fogja rendelni a földi melegkövés extra írtást is. Tehát mindenképpen a szúnyoghelyzetet is ugyanúgy, ahogy tavaly gondozni fogjuk. És van még egy újdonság, hogy Szeged példájára és néhány más város, Nyugat-Európa példájára biológiai szúnyoggyérítést is elkezdtük. Ez a program idén indul, de addig a kémiai írtást is megtartjuk, amíg nem érezzük azt, hogy a biológiai írtás annyira hatékony, hogy a vérszívókat megfelelő szinten tudja tartani, és nem szenvednek tőle az emberek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a legfontosabbak, a játszóterek, a virágok kihelyezése is folyamatban van, de még egyszer az a cél, hogy hosszú, több éves szerződésekkel akár mindig időbe tudjuk kezdeni ezeket a folyamatokat, és a kollégák ne ilyenkor kezdjenek kapkodni, hogy még nincs szerződés, vagy nincs elég dolgozó. Persze, ilyenkor nem is kell szabadságra menni, amikor ekkora fű van, akkor minden dolgozó nyírja a füvet. És köszönöm azoknak az önkéntesek. Ugye mindenkinek még egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, nem csak az önkéntes munkát köszönjük és hálásak vagyunk, hanem mindenkinek a saját ingatlan előtt a saját kötelessége nyírni a füvet. Az, hogy a városnak pontosan hol vannak feladatai, azt egy zöld térképen egyébként 2 éve nyilvánosságra hoztuk már a HMS ZRT-nek a saját internetes oldalán is, de a hivatalos szabály úgy szól, hogy mindenkinek a saját ingatlanja előtt magának kell nyírni a füvet, magának kell a zöld területet rendbe tartani, a következő Szilárd Úrburkoldi felületig. Tehát például a Jókai utcán, az északi részen, ahol nincs kerékpárút, ott a lakosoknak kellene nyírni a füvet, a déli részen, ahol van kerékpárút, a kerékpárútig a lakosnak kell nyírni, a kerékpárút és az út között viszont a város nyírja. Vannak olyan főbb közlekedési útvonalak, ahol természetesen a város besegít, hiszen ez a város arculatában nagyon fontos helyet foglal el. Ez a néhány kivétel főbb útvonalakon, ahol nyírjuk mi magunk is a füvet, ott is egyébként a lakosnak kellene, de ott a város az arculat miatt ezt maga is meg szokta tenni, ott természetesen besegítünk, mindenütt másutt a lakosoknak a feladata. Úgyhogy én szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ebben nem csak hálásak vagyunk, és köszönjük, hogyha elvégzik, hanem neki kötelességük is a fűnyírás. Részt vett Gyöngyösi Ferenc lakossági fórumán, ahol egy-két kérdés, panasz fölmerült. Nem lehet tudni, hogy melyik a jogos, melyik a tévedés olyan értelemben, hogy mi a bérlő feladata és mi a tulajdonos feladata egy önkormányzati bérlakás esetében. Ugye most zajlik egy jelentős energetikai célú felújítás a Dobó-Bibó-Janáki utcák környékén, nyílászáró cserék is folynak, és például a nyílászárókkal kapcsolatban is kaptak kérdést
elhangzott panasz. Jogos volt-e a panasz a kérdezőnek? Én azt gondolom, hogy három kérdéskörre lehet csoportosítani azokat, amit tegnap a Dobó, illetve a Biba utcai lakossági fórumonkon a játszótérnél beszélgettünk az ott lakókkal. Az egyik, az rögtön az elején a legadekvátabb kérdés, ugyebár a lakbér kérdése. Ugye a igen, lakbért... mert hogy fölújítja az önkormányzat a lakásokat, és bizonyára meg fogja emelni a lakbért. Igen, na most ezt cáfoltam, ott is elmondtam, de itt is hadd hangsúlyozzam, hogy a felújításhoz nincs köze annak, hogy emelkedik a lakbér vagy nem. Évről évre emelkednek a lakbérek, emelkednek a költségek inflációban. Tehát azt nem lehet gondolni, hogyha 30 évvel ezelőtt 5000-ért lehetett egy lakást bérelni a belvárosba, hogy most is 5000 lesz, nem. Évről évre természetesen minden költség emelkedik, a lakbérek is emelkednek. Most ehhez képest nagyon sok évig nem volt emelve, nagyon sok évvel azt jelenti, hogy nem tudom, 4-5 éven keresztül mondjuk nem emeltünk lakbért, most óhatatlan, hogy lesz emelés onnantól kezdve, hogy a törvények ezt lehetővé teszik, természetes, hogy az inflációt követni kell. A költségek, az épületek karbantartásának a költsége az megkívánja, nem tudunk fönntartani épületeket, hogyha nincs bevétel, természetesen fizetni kell. Aki nem fizet, azokat természetesen ki is fogjuk tenni. Tehát azt megint csak nem, most is vannak még olyanok, akik évekig nem fizettek lakbért. Ezek visszaélnek a város bizalmával, az összes vásárhelyi fizeti az adót, az ő adójukból néhány trehány hanyag embert, aki nem fizeti a lakbért, nem fogunk tudni támogatni. Sehol máshol sem teszik, mi sem fogjuk tenni. A lakbéremelésnek semmi köze nincs ahhoz, hogy felújítjuk a lakásokat, vagy nem. Ez csak az infláció követéséről szól. A lakások felújításával viszont ezek a lakók elmondták tegnap is már, hogy volt olyan, ahol érezhető volt a hőmérsékletkülönbség, hogy télen, vagy tél végén legalábbis azokban a lakásokban is, ahol most felújítottuk, eddig fűteni kellett nekik, most nem is kellett fűteni. Annyira jól működött a szigetelés. Tehát nyilván ez alacsonyabb, tehát mondjam, a tél vége, vagy tehát nem a legnagyobb hidegről beszélünk, de önmagában az, hogy egy átmeneti időszakban például nem kell fűteni, óriási anyagi segítség az ott lakóknak. Tehát ők rengeteget spórol, nem többbe kerül nekik, különösen nem a lakbéremelés miatt, hanem rengeteget spóroltak azzal, hogy ezeket a házakat az önkormányzat leszigetelte, annak a költségének. Kisebbik része uniós támogatás volt, nagyobb része a város pénze. Tehát a város, én magam is polgármesterként fontosnak tartjuk, hogy a legrászorultabb embereknek segítsünk a leginkább. Ezért a Dobóbibó Janákin újítottunk föl most 118 lakást. Ez egy óriási segítség nekik. Ingyen kapták, semmit nem kell nekik fizetni, minden csak jobb lett tőle, semmi nem lett rosszabb. A panaszok másik része azonban arra vonatkozott, hogy az építésben azok az elemek, amelyek nem az önkormányzaté voltak, nem azt tették oda, valaki a lakó saját felelősségére szerelt föl redőnyt vagy szúnyoghálót. És ezeket az építő munkások leszereltették velük, és most amiatt, hogy a szigetelés megváltoztatta a méreteket, nem tudták visszaszerelni. Ez nem a város költsége, erre nem kaptunk uniós támogatást, ezt a lakónak kell megoldania, hogyha akarja, visszarakja. Át kell szabatni esetleg a redőnyt vagy a szúnyoghálót, és visszarakja. Ahol tudunk, szociális alapon fogunk segíteni ebben is, de van a város költsége és van a lakó költsége, ez speciál a lakó költsége. Ezeket is tisztáztuk tegnap az ott lakókkal. Még egyszer mondom, amiben tudunk, segítünk. Lesz olyan ember, egy valakinek, aki nagyon kérte, mondtam, hogy akár én magam meg fogom oldani, aki ezt az egy szúnyoghálóját átszabjuk. Tehát én a saját zsebemből ki fogom neki fizetni azt az egy szúnyoghálót, azt én átszabjuk. De nyilván ez tömegesen nem megoldás, az ott lakóknak a saját döntése volt a szúnyogháló, tényleg kell szúnyogháló, de azt neki kell átszabni, hogyha az nem a városé volt, az övék volt. No, tehát ezzel együtt örüljünk annak, hogy rengeteget spórolnak az ott lakók, például a fűtés költségén. Volt egy jogos észrevétel még a villanybojlerek miatt, ez sokkal hatékonyabb, új, modern, nagy villanybojlereket kaptak. Ezek a hőszivattyús bojlerek. Hőszivattyús villanybojlereket kaptak, de a tervező ezeket nappali áramra tervezte, míg az eddigi villanybojlerek éjszakairól mentek. Most dolgozom azon, hogy aki csak akarja, annak megmaradhasson az éjszakai áramról vételezés. Persze az éjszakai áram az naponta csak 6-8-9 óra felfűtést ad, mikor, hogy míg a nappali az 24 órán keresztül elérhető, tehát aki éjszakairól vételez, annál nagyobb esélye lesz olyan, hogy egyes szakaszokban fürdés után és a többi nem lesz meleg víz. Tehát ilyen előfordulhat. Minden lakó azt szeretném, hogy maga dönthessen, ezen dolgozunk most és tárgyalunk a kivitelezővel és az áramszolgáltatóval, hogy ha lehet, akkor maradjon meg az éjszakai lehetőség, és a lakó választhasson, hogy melyikre köti rá
a boilert, az új modern boilert, az új modern boiler azt kötelező elfogadni, mert az uniós pályázatban kötelezőként szerepelt, olyan opció nincs, hogy valaki nem kéri ezt a boilert, de abban szeretnénk, hogy választassanak, hogy maradhasson az éjszakai, ha kéri, vagy átmehet a nappalira, hogy több időben legyen fűtve a víz, hogyha azt kéri. Ezen dolgozunk most. A város szembesül-e az általános munkaerő hiánnyal, hiszen azért számtalan posztra keresnek embert, főkertészt keresnek. Főkertészt jegyzőt jegyzőt is ki kell nevezni, gondolom. Ha pályázni kell, ugye az előző pályázatunkon egy nagyon messziről pályázó és nem olyan tapasztalatokkal rendelkező jelölt jelentkezett, csak amiért mi kerestünk. Tehát emiatt most betöltetlen még mindig a jegyzői pozíciót, tehát mondom, egy jegyzői pályázat lefutott már és eredménytelen lett, egyetlen egy pályázó volt, csak akit nem hívtunk be még interjúra sem, de a következő körben most ismét kiírtuk a jegyzői pályázatot, tehát most is lehet pályázni jegyzői munkakörre, de ezen kívül van valóban főkertészi munkakörre, és úgy tudom, hogy ott most van talán érdeklődő, már talán kettő is van, de egy éve betöltetlen ez a hely, úgyhogy igen, nekünk is van szakemberhiány, nagy szeretettel várjuk a tapasztalt közgazgatási vagy város üzemeltetési tapasztalattal rendelkező embereket. Energetikusunk sem volt egy jó ideig, most elkezdett áprilistől dolgozni egy energetikus újonnan. Éppen ma beszéltem vele, közvilágítás fejlesztési projektjeinket beszéltük át, és szeretném, hogy hamar közeljövőben például Öregkishomok irányába több projektünk is el fog indulni. Nagyon régóta dolgozom ezeken, most az energetikus úrral átbeszéltük, remélhetőleg hamarosan látható lesz az eredménye. A város menekülteket szállásolt el, részt vesz a menekültek ellátásában, ukrán menekültek ellátásában, és van egy olyan sajtóhír, hogy lecsúszott az önkormányzat 5 millió forint állami forrásról. Igaz ez a hír? Hát minden hónapban kell a menekültek ellátására állami támogatásért pályázni. Az egyik hónapban minden rendbe ment, és megkaptuk ezt a támogatást, a második hónapban lekéstük a határidőt. Az a kollega, aki figyelmetlen volt, természetesen egy írásbeli figyelmeztetéssel fog gazdagodni, de ezzel együtt a város fel, és odafigyelünk jobban arra, hogy minden hónapban ezt a határidőt betartva pályázunk. Sajnos abban utólag nem lehet, ha valaki lecsúszta a határidőt, akkor erről a pénzről lecsúszik. Úgyhogy a város most veszített. Ez az elmúlt 4 évben minden különböző területen előfordulhatott. Volt, ahol ennél jóval nagyobb összegeket is csúsztunk el emberi hibából. Én azt remélem, hogy ezek a hibák, ezek kiküszöbölhetőek. Mindenképpen remélem, hogy ahogy a fűnyírás esetében is, úgy a tavaly éppen 100 milliós veszteségünk is volt, nem közvetlen az önkormányzat, hanem egy külsős intézmény egyik ilyen mulasztása miatt. Én azt remélem, hogy ezek soha nem szándékosak. Végezetül szemétszedési akciót hirdettek a hétvégére. Milyen körben, milyen területen zajlik ez majd? Ugye az előző időszakban már évek óta, én magam is feleségemmel kiszoktunk menni ilyenkor tavasszal, már most ilyen szempontból a magas fű az nem az ideális, tehát ezt egy hónappal ezelőtt kellett volna őszintén szólva, de most van országosan is akció, és Hódmezővásárhely is most csatlakozik ez az akcióhoz. Van egy önkéntes irodánk, ugye a Turinform irodával közös feladat ellátásban Tülkös Ildikó kolléganőnk várja az önkéntesek jelentkezését. Amikor van önkéntes feladat, akkor az érdeklődőket irányítjuk ehhez. Igyekszünk nekik ellátmányt biztosítani, akik jelentkeznek szemétszedésre, azok védőkesztyűt, nejlonzacskókat, ivóvizet kapnak, védőitalt, ha úgy tetszik. Tehát, és a város összeszedi azokat a zsákokba csomagolt útszélére kitett szemetet, amit bejelentenek, tehát amelyik útvonalakat. Én a Bodzási út, Márti úton dolgoztam a korábbi években, volt, amikor a Otlokán Mihály és Lőkösné képviselőasszony, illetve azt hiszem Gyutai Katalin is talán velünk volt, amikor a Tabán-Tarjáni városrésznek a körtöltés szakaszát szedtük össze, ott is voltak nagyobb illegális lerakók is sajnos. Hát elég sok illegális lerakót felszámoltunk az elmúlt években, de sajnos azt látom, hogy még mindig sokan dobálnak el út szélén is szemetet. Jó lenne, hogyha tudnák a lakosok egyrészt a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, tehát hogy amit lehet, azt a szelektív kukákba tegyenek. Utcán se dobálnának el, én ott a Bercsényi sarkon is látom sokan, hogy a boltból, akik kijönnek, azok eldobálják a szemetüket, pedig vannak kukák kihelyezve. Tehát, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha az emberek az bent a belterületen, az utcán nem dobálnának el szemetet, már ez önmagában nagyon sokat jelentene. Elhullott állatokat ki
lehet vinni és ingyen el lehet helyezni az ATEV mellett kilévő konténerbe. Az ATEV parkolójába betetszik fordulni, ott van a konténer, tessék az elhullott állatot oda elhelyezni. Tehát, hogyha erre mindenki rá tudna szokni, én azt nagyon bölcsnek, jónak találnám, és hát a programunkban is, az ország is programunkban is szerepelt például a betétdíj ötlete, hogyha a magyar kormány úgy döntene, hogy például a műanyag palackokra vagy az üvegekre kötelező betétdíjat vezetne be, akkor az ilyen tavaszi szemétgyűjtésnél lényegesen kevesebb szemetet kellene összeszednünk, hiszen például a Bodzási út mellett vannak olyan szakaszok, ahol rengeteg feles üveg, meg még nagyobb, tehát szeszes üvegek, fél literes, literes szeszes üvegek rengeteg mennyiségben vannak. Hogyha ezeket a betétdíjassá tenni a kormány, akkor vagy nem dobálnák el az emberek, vagy lenne más, aki összeszedi. Tehát ez már önmagában nagyon sokat lendítene. De elsősorban is most mindenkit arra kérlek, hogy ne szemeteljen. Ahol kiderül a szemetelés, illegális hulladékot fogtunk el, most is illegális hulladékot lerakó lakost és megbüntettük, de és köszönöm azoknak, akik bejelentik ezt és leleplezik, nyilván ebbe sokszor segít a kamerarendszer is, abban, hogy látjuk, hogy valaki mondjuk illegális hulladékkal megy egyik irányba, majd anélkül visszajön és megtaláljuk a hulladékot, tehát ilyenekkel le lehet fülelni, sokszor a lerakókat meg a bejelentések is segítenek, de a legjobb az lenne, hogyha nem szemetelnének. Hulladékudvarai lesznek a városnak? Az idei, ez is egy 4 éve zajló projekt, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Mi 90 millióból megcsináltunk volna egy betonozási feladatot, az állam végezte el ezt a feladatot végül, tehát az NFPI nevű fejlesztési ügynökség nekik 160 millióba került, de ezzel együtt is én azt gondolom, hogy a végén, ha megvalósul végre, hogy ennek is a végleges helye a Szentesi út mellett lesz kialakítva, ott át lehet majd venni. Már átadni, vagy hogy ott lehet hagyni veszélyes hulladékot, autógumikat például, de ugyanígy elektronikai hulladéktól kezdve többféle hulladékot, tehát lesz hulladékudvar Hódmezővásárhelyen. Az idei évben ennek le kellene zárulni, én azt gondolom, hogy jövőre már biztosan működni fog. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Kedves nézőink, Önök időben című műsorunkat látták, viszontlátásra a jövő héten.